A tabella élén töltötte a válogatott meccsek miatti szünetet a kisvárdai futballcsapat. Joao Janeiro együttese az eddigi öt fordulóban 12 pontot gyűjtött, és három pont előnyel vezet az egyel kevesebb meccset játszó Puskás Akadémia előtt. Révész Attila sportigazgató szerint, bár örülnek a jelenlegi állapotnak, nem értékelik túl az eddigi szereplést. Az, hogy elsők vagyunk, az egyértelműen nagyon pozitív, ugyanakkor több helyen nyilatkoztam már, hogy ez nem csak nekünk köszönhető, természetesen a sikerek azok igen, de annak, hogy az első helyen vagyunk annak nem csak mi vagyunk az okozója, hanem a többi csapat is elsősorban a Ferencváros, ugye, aki a bajnoki mérkőzéseit egyenlőre elhalasztotta kettőt is, illetve a Puskás Akadémia, aki pontszámban még utolérhet, de hát az egyik meccsen egymás ellen játszanak, úgyhogy ketten nem tudnak utolérni, de nem ez a fontos, hanem az a fontos, hogy a tavalyi csapatunk az erősödött, ahhoz képest tudtunk fejlődni, tudtunk előrelépni, a játékunk is változott egy picit, és ez bizakodásra okot a későbbiek során tulajdonképpen a 33. forduló után kell majd mérleket vonni, ez egy nagyon jó rajt. Ez köszönhető annak, hogy együtt maradt a társaság, a tavalyi csapat szerepe tulajdonképpen egy támadó jött be a kezdőcsapatba, a Messanovic, a Viana helyett, és ezért ez az összeszokottság ez, ez megmutatkozott. Amikor egy csapat jól szerepel, a keret minden játékos a pályán akar lenni. Nincs ez másként kisvárdán sem. Talán mondhatjuk, hogy ez az a legnagyobb problémát az edzőstáb számára, ugyanis azokat is tűzben kell tartani, akik most nem kerültek oda. Gondolok itt elsősorban a sérülésből visszajövő Lukászra, Gostonyra, akik korábban megszokták, hogy állandó helyük volt a kezdőcsapatban, és most bizony nagyon nehéz beverekedniük magukat. Illetve a Rubus is ide tartozik, a KAMÁ is, akik a tavalyi szadomban szerepeltek de van egy olyan pozitív dolog is, hogy az akadémiákról feljövő fiatal játékos is bizony ma alanyjogon kopogtat a kezdőcsapatnak az ajtán, és az elmúlt időszakban a beállásai rendre pozitív élményt nyújtottak. A Kisvárdára vasárnap rangadóvár, mivel a második helyezett Puskás Akadémia otthonában lép pályára az Nagyon jó csapat tudjuk jól a Puskás Akadémia, tavaly is rendkívül jó mérkőzéseket játszottunk velük, a célunk az a korábbi mérkőzésekhez hasonlóan most is ugyanaz, szeretnénk megtartani a pozíciónkat, de nem emiatt megyünk oda, nem nyerni szeretnénk. Az NB egy hatodik fordulójának további párosítása következő: DVSC Gyirmút, Budapest Honvéd Ferencváros, Paks MTK Budapest, Mezőköves FC és Újpest Zalegerszeg.